Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áhítatunk kezdetén a 488. dicséretet énekeljük mind a négy versével. 488. ének: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt az állandóságot, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, szent, tiszta, tökéletes Istenünk. Mi változunk, a körülményeink is váltakoznak, de a te lényed örökkévaló, és semmit sem veszítesz abból, hogy dicséretre méltó vagy. Dicséretre méltó az égen, a földön és a tengerekben. Azért teremtettél minket, embereket is, hogy téged dicsérjünk a mi egész életünkkel, és megvalljuk neked, hogy ez nem mindig sikerül. De köszönjük, hogy mégsem mondasz le rólunk, hanem újra és újra tanítasz, buzdítasz, formálsz bennünket. Ezért kérünk most is, hogy használd ezt a mai alkalmat arra, hogy alkalmassá teszel bennünket a te dicséretedre. Ahogyan énekünkkel áldottunk téged, úgy hadd tudjunk tetteinkkel, szavainkkal, egész életünkkel is rád mutatni minden körülmény és minden korlátozó tényező ellenére is. Jézus Krisztusért kérünk, ezért szólj hozzánk, ezért építs bennünket a hitben, ezért erősíts meg bennünket ezen a mai reggelen. Ámen. Isten igéjét a hegyi beszédből olvasom továbbra is. A mai reggelen az 5. fejezet 43. versétől a 48. versig terjedően szól hozzánk az ige. Eképpen Máté evangéliumából. Hallottátok, hogy megmondatott: szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik el a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Amen. Képzeljük el ezen a mai reggelen, hogy lejár ez a veszélyhelyzet, és újra olyan áhítatot tarthatunk, hogy ti mindannyian itt vagytok a templomban. Képzeljük el, hogy összegyülekeztünk ezen a mai reggelen. Végig nézek az üres padsorokon, és ide képzelem az arcaitokat én is. És képzeljük, hogy ezen az áhítaton előveszek valahonnan két jó nagy tábla csokoládét, és kérek két önként jelentkezőt, akinek ezt szeretném oda ajándékozni. Biztos lenne jelentkező rá. Kijönnek ide hozzám, a kezükbe adom a csokit, de ez egy különleges ajándék, mert azért adom, hogy megosszátok másokkal, és így kaphattok belőle ti is. Az a szabály, hogy akkor ehettek meg egy kockát ebből a csokiból, hogyha előtte egy másik kockát valakinek itt a templomban odaadtatok, vagyis szétosztottatok egyet, akkor ehettek egyet is. Így aztán a csokinak az egyik felét elosztogathatjátok, a másik fele pedig a tiétek lehet. Jó üzlet? Szerintem igen. Egy fél tábla csokit megenni, a másik felét pedig megosztani másokkal egészen jó érzés lehet. Tegyük fel, hogy kijött ez a két önként jelentkező, akiket szólítottam, megkapják a csokit, és innentől kezdve két lehetséges forgatókönyv következhet. Az első az, hogy járkálnak a sorok között, darabonként osztogatják a saját csokoládéjukat, el is osztják a felét az osztálytársaiknak, a barátaiknak, más osztályba járóknak, meg még talán a tanárok is kapnak belőle, és a másik felét pedig ezután a helyükön jó ízűen elfogyasztják. De van egy másik lehetséges forgatókönyv is, talán nem is jut rögtön eszetekbe, de hadd mondjam el ezt is, hogy ketten, akik megkapják a csokoládét, nem mennek sehova. Megállnak egymással szemben, ketté töri mindegyik a saját tábláját, és odaadja, átnyújtja a másiknak a saját csokiának a felét, cserébe megkapja a másik fél tábla csokit, és így mind a ketten egy teljes táblát ehetnek meg jó ízűen, jó étvágyjal, itt mindenki előtt. Ez még jobb üzlet, nem? Az egész megmaradt. Az egyik felét odaadtam, cserébe kaptam egy másik fél tábla csokit, és én ehetek egy egészet. Na persze, most ezt felháborítónak érezzük. Helytelennek, önzőnek és mohónak látjuk ezt a viselkedést. Ketten esznek, 400-an megnézik őket vágyakozóan. Ugye milyen felháborító? Jézus azt mondja, hogy ugyanilyen felháborítóan viselkedtek ti akkor, amikor csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek. Csak azoknak adtok jó szót, kedvességet, mosolyt, ölelést, szeretetet, akiktől viszont várhatjátok ugyanazt. Annak nyújtad át a csokidnak a felét, aki biztos, hogy viszonozza majd azt. Ugyanilyen helytelen, önző és mohó magatartás az, amikor csak annak adtok az Isten szeretett csokiából, amit ti is ajándékként kaptatok, akitől viszonzást vártok. Olyanok vagytok, mint a képmutatók és a pogányok, mondja Jézus a saját tanítványainak. Mert így szeretni könnyű. Így szeretni mindenki tud. Az Isten szeretete azonban máshogy van kitalálva. Arra való, hogy továbbadjuk. Arra való, hogy tekintet nélkül arra, hogy kitől várhatunk viszonzást, mindenkinek osszunk belőle. Szeressük a családtagjainkat, akkor is, ha sokszor ez a legnehezebb. Szeressük a barátainkat, szeressük azokat, akikkel találkozunk, azokat, akiknek sokat köszönhetünk, és mindenki mást is,
Igen, mindenki mást, még az ellenségeinket is. Azokat is, akiktől soha nem kapunk édes csokoládét, de annál inkább savanyú és keserű ételeket, rossz élményeket, bántó szavakat. Tudom, hogy mi jár most a fejedben. Arra gondolsz, hogy na ne, őt is, őt soha. Én azt a személyt egyszerűen nem tudom szeretni. De hadd mondjak valamit. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor mi az ellenségei voltunk. Mi ránk is ránk illik az, hogy úgy adott nekünk az Isten valamit, hogy semmit nem tudtunk visszaadni. És úgy szeretett bennünket, hogy minden joga meg lett volna azt mondani, hogy őt biztos, hogy nem. Őt nem tudom szeretni. És Jézus halálosan szeretett téged és engem. És hogyha ő él benned és bennem, akkor meg fogjuk tanulni, hogy mit jelent az ellenségeinket is szeretni. Oda nyújtani azt a darab csokoládét nekik. És hogy mi ez a csoki a való életben? Hát hidd el, hogyha ellenségről van szó, akkor nem puszi és ölelés. Jézus itt nem érzelmekről beszél, hanem azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük. Ahogyan ő imádkozott a kereszten azokért, akik arra ráfeszítették őt. Nem kell rajonganod a másikért, csak imádkozni érte. Imádkozni, hogy hagyja el a bűneit, hogy térjen jobb belátásra, hogy találja meg ő is az Isten szeretetét, és hogy te tudd megmutatni az ő szeretetét az életében. És minél többet imádkozol érte, annál jobban fogod szeretni őt. És minél jobban szereted őt, annál többet, és annál mélyebben, és annál őszintébben fogsz érte imádkozni. Ha van ördögi kör, akkor ez egy angyali kör. És azt is mondja Jézus, hogy áldjátok őket, és ne átkozzátok. Lépj ki a gyűlölet láncolatából, és lépj bele a szeretet láncolatába. Ez a feladatod Krisztus követőjeként, tanítványaként. Hogy ne a másik ember legyen a mérce, ne az ő magatartása határozza meg a tiédet, hanem a tökéletes Atya, így mondja Jézus, ő legyen cselekedeted mércéje és a szereteted mércéje. Ott van tehát a csokoládé a kezedben, mert Isten adta az ő szeretetét arra, hogy megoszd másokkal, és te is élj belőle. A döntés pedig ma is a tiéd. Csak annak adsz belőle, akitől viszont várhatsz és kapsz, vagy akitől már kaptál, és ezért cserébe adsz neki, vagy pedig mindenkinek adsz válogatás nélkül, hogy ne álljon meg az Isten szeretet láncolata a te életedben. Jézus azt mondja, hogy szeretnünk kell még az ellenségünket is, és ha így teszünk, akkor a mennyei Atya fiai leszünk, vagyis Isten gyermekei leszünk. Kell-e ennél több? Úgy hiszem, hogy nem. Imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, ahogyan a korlátozások miatt beszűkült az életterünk, és nem mozoghatunk kedvünkre, ugyanígy szűkülnek be emberi kapcsolataink akkor, hogyha mindig csak azokat szeretjük, akik erre már valamilyen okot adtak. Köszönjük, hogy Jézus nem így tett, hogy nem így tett velünk sem. Köszönjük, hogy személyválogatás nélkül életét adta mindenkiért, és aki őt befogadja, annak az élete ma is megváltozik. Kérünk, add nekünk a te szent lelkedet, hogy általa megerősödjünk, Krisztus éljen bennünk, és megtanuljunk szeretni, jól szeretni embertársainkat. Mutasd meg ebben a jelenlegi helyzetben is, hogy hogyan, milyen módon tudjuk szeretni azokat, akiknek most erre a legnagyobb szükségük van. Imádkozunk a betegekért, az őket ápolókért, a csüggedőkért, azokért, akiknek most nehéz otthon tartózkodni. Imádkozunk a családokért,
ahol feszültség van, a társainkért, akiket rosszabbul érint ez az időszak, mint minket magunkat. Add meg, Urunk, hogy a Te feltétel nélküli szeretetednek ne legyünk soha akadályai, hanem rajtunk keresztül is tovább áradjon, és munkálkodjon ez az imádkozó, áldó és nem átkozó szeretet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áhítatunk végén a 371. dicséretet énekeljük. 371. dicsérettel imádkozzunk Isten szent lelkéért. Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.